A kamera arra való, hogy a tárgyról legyen egy képünk, konkrétan leképezzük a tárgyat egy ernyőre. Akár lehet ez az ernyő is. Ott alakul ki valódi felfogható kép, ahol a tárgyról kiinduló valódi fénysugarak metszik egymást. A virágról rengeteg fénysugár indul ki, mind egyenes vonalban halad tovább. A sziromról is jut az ernyő tetejére, közepére, aljára, meg a szárából is jut a tetejére, közepére, aljára, tehát túl sok a fénysugár, összekeveredik a hatásuk, így nem lesz kép. Mi a teendő? Hát próbáljuk meg, hogy kicsit kevesebb fénysugár érje el az ernyőt. Hogy tehetjük ezt meg? Fogjunk egy átlátszatlan lapot, és tegyük a tárgy és az ernyő közé. Most biztosan nem jut az ernyőre a tárgyból fénysugár. Majd pedig erre a lapra készítsünk egy kicsi lyukat. Már is megvan a rés, és nézzük, hogy vajon lesz-e kép. Figyeljük meg, és igen, amint látjuk, valóban megjelent a kép, a virág fordított állású képét figyelhetjük meg az ernyőn. Kicsit közelebb hozom, akkor még szebb lesz a látvány. Ennek a kis eszköznek a segítségével, meg az ernyővel valóban meg tudtuk oldani, hogy megjelenjen az ernyőn a virág fordított állású képe. Ha elég kicsi a lyuk, akkor elég éles lesz a kép is, de mivel kicsi a lyuk, ezért kevés fénysugár tud áthaladni rajta, így a látvány azért eléggé fényszegény lesz. Ilyen tehát az ernyő, hogyha nincs előtte a lyukas kartonlap, ha pedig ide teszem, akkor látható a virág képe. Ha egy gyűjtőlencsét mozgatok a lyuk előtt, akkor látszik, hogy élesebb képet fogok kapni. Érdemes tehát még egy kis gyűjtőlencsével is megpróbálkozni. Lássuk rajzon is, hogy mi történt valójában. A virágról visszaverődő fénysugarak egyenes vonalban haladnak tovább, minden irányba szépen rengeteg van belőlük, ezek közül egy csomó eléri az ernyőt is. Miért nem lesz kép? Hát azért nem, mert a sziromról induló fénysugár eléri az ernyő alját, közepét, tetejét is. Ugyanígy a száráról is jut az ernyő tetejére, közepére, aljára. Túl sok a fénysugár. Amit tegyünk? Tegyük azt, hogy itt egy átlátszatlan lapot helyezzünk el, akkor biztosan nem jut az ernyőre fény. De utána ezt lyukasszuk ki. Így már, mivel a fénysugarak egyenes vonalban haladnak, a sziromról érkező fénysugár eléri az ernyőt itt lent. A száról érkező fénysugár eléri az ernyőt itt fent. És ugyanígy a virág többi részéről egyenes vonalban haladó fénysugarak megérkezhetnek az ernyőre. Ha elég pici a lyuk, akkor jó éles lehet a kép, de pontosan a kis lyuk a kevés fény miatt elég fényszegény ez a látvány. Lyukkamerából többfélét is elkészíthetünk, hogyha elég nagy ez a doboz, tehát mondjuk egy szobába vesztűrődik a fénysugár, akkor mi itt bent tartózkodhatunk, és a lyukkal ellentétes szobafalon megjelenik a látvány. Fordított állású lesz, és színes lesz a kép. Nem csak az alja és a teteje cserélődik fel, hanem logikus, hogy a jobb és a bal oldal is. Ha kicsi dobozt készítünk, akkor természetesen nem tudunk bebújni a dobozba, hogy megtekintsük a hátsó falon kialakuló fordított állású képet, ezért a doboz hátsó falát ilyenkor áttetsző papírból készítjük el, mondjuk ilyen pausz papírból. Kívülről tudjuk akkor szemlélni ezt a megjelenő képet, viszont mivel ez fényszegény, és ha hátulról még egyéb fénysugarak is érik ezt az áttetsző lapot, akkor nem lesz elég élvezetes a látvány.
Ezért van az, hogy meghosszabbítjuk a dobozt, mi meg jól bebújunk, vagy esetleg letakarjuk magunkat kívülről, hogy ne zavarja a kialakuló képet a hátulról érkező fény. Ezt a képet próbáljuk meg a lyukkamerán keresztül nézni. Lássuk. Letesszük. És sötétet csinálunk. Látjuk, hogy az ernyőn megjelenik a kertnek a kicsinyített fordított állású képe. Ha a lyuk elé még egy gyűjtőlencsét is beteszünk, akkor azt látjuk, hogy a kép élesebb lesz. Ha elvesszük, akkor egy kicsit homályosabb. Ha oda teszem, akkor egy kicsit élesebb. És most nézzünk ki egy kicsit az utcára, és a lyukkamerába. Most is látjuk tehát az utcának, a szemben levő házaknak a fordított állású kicsinyített képét, és hogyha jön a gyűjtőlencse, élesebb lesz a kép. Ha megy a gyűjtőlencse, akkor homályosabb. Ilyen képet látunk tehát gyűjtőlencsével és anélkül. Így néz ki az iskolai lyukkamera, ott látható a picike luk, és a belsejében ott van az ernyő. Amivel én a kertben fotóztam, az nem ennyire csinos, azt egy dobozból gyártottam le hirtelen, azon is itt található a picike luk. Hát jobb lett volna, hogyha a belsejét is fekete kartonnal kibélelem, viszont itt van az ernyő. Az ernyőt, azt, ha beleteszem ide a doboz belsejébe, megvan az az előnyöm, hogy kibe mozgathatom, így tehát vagy kisebb, de élesebb képet kapok, vagy esetleg nagyobb lesz a kép, de akkor egy kicsit életlen. Lyukkamerát a természet is tud készíteni, ha például egy zárt barlangon egy picike nyílás keletkezik, akkor lehetséges, hogy az odú barlang előtti táj képe kialakul a szemközti falon. Az igazi műremek azonban a szem, ami szintén egy lyukkamera, ide az éles látás érdekében a természet azért még egyéb kiegészítőket is beépített. Mesterséges úton véletlenül is létrejöhet lyukkamera, mint például az Erzsébet híd pillérjének a tetején. A szerkezeten levő picike nyíláson át le lehet látni a hídra 11 emelet magasságból. Az itt átjutó fénysugarak a szemközti lemezre vetítik a forgalom képét, ez ugyan némileg homályos, de gyűjtőlencsével élesíthető a kép. Az egyik igazán híres eszköz Egerben található a Varázstoronyban, Hel Miksa tervei alapján készült 1776-ban. Itt azért már néhány kiegészítő elem is segíti az éles kép kialakulását. A városból, a városról érkező fény egy tükör és egy gyűjtőlencse segítségével a kupola alatti szobában elhelyezkedő asztallapra vetődik. Azt körülállva lehet szemlélni Eger város nyüzsgő színes életét. Amint láttad, ennél egyszerűbb fénytani eszköz nem is létezik, tehát mindenképpen készítsél egyet. Ha a dobozba az ernyő helyére fényérzékeny lapot teszel, akkor meg is örökítheted a látványt. Az interneten pedig rengeteg képet, filmet láthatsz még ezzel kapcsolatban.